fekete párducot ábrázoló gyermekrajzok sorakoznak a falakon. Ezúttal az aranycsapat hálóőréről elnevezett fennállásának 50. évfordulóját ünneplő újbudai sport általános iskolában kaptak helyet a hős labdarúgók emlékei, közöttük a kifutásairól híressé vált Grosics Gyula relikviái. Legszemélyesebb erekjéi között ott rejtőzik a legendás nemzeti 11 kapusának karórája, szemüvege, edzői sípja, edzésnaplója, leckekönyve, bajnoki aranya, kiváló sportolói igazolványa és kezének lenyomata is. Ezek a tárgyak különösen kötődnek az én szívemhez, mivel velük nőttem fel, illetve rajtuk keresztül értettem meg kicsi gyerekként, hogy az édesapám és ugye a többi csapattag, hogy milyen fantasztikus eredményeket értek el, és hogy ők mit is tettek a nemzetért és a sportért. Úgyhogy nekem kifejezetten érzékenyítő pillanat az, hogy most itt láthatom ezeket az erekéket. A aranycsapat kapusa, egyben a világ egyik legjobb kapusa. Róla lett elnevezve ez az iskola, és ennyi. Na azért nem csupán ennyi. A fekete párduc ifjú ismerője, Rögvest a legendás 6-3-ról is anekdotázik nekünk. A magyarok nyertek 6-3-ra az angolok ellen, és az első percben lőtték be az első gólt. És ezt honnan tudod? Mesélték egyszer a hangos bemondón a 6-3-as mérkőzést, aztán meg otthon meg is néztem. Esetleg te magad is focista leszel? Az a hobbim lenne, és programozó matematikus szeretnék lenni. Az újbudai általános iskola, amely 20 éve az országban az egyik elsőként vált tehetséggondozó sportiskolává, 2008-ban vette fel az intézmény ügyét felkaroló Grosics nevét. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy példaként állítsa a hős kapust a gyerekek elé. A fekete párduc életútja azonban másokat is megihletett. Foci az én mindenem, kitölti az életem, rugom délben, rugom este, napközben meg reggelente. Amikor időm engedi, lábban labdát kergeti, nem tehetek bizony róla, így van testem kódolva. Grosics és az aranycsapat története egy másfajta aranycsapat az egykori világverő asztali tenisz generáció tagját, magát a kifli gyárost is megérintette. Nagyon fiatalon volt egy csapatom, gomfoci csapat, és abban volt az aranycsapat. És hát én a nagyszülőknek a gombjait levágtam, fotójukat ráragasztottam, és mindig én szerettem volna az első lenni, hiszen ezek fantasztikus sportolók voltak. Majd később, amikor már pályafutásomat abbahagytam, akkor beszálltam az aranycsapat alapítványba, hiszen ezt az örökséget tovább kell vinni, amíg élünk. De annál tovább menve, a Grosics Gyulával nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatom. Minden születésnapján mellette ültem. Én voltam az egyik oldalon, és a pénzes professzor a másik oldalán. És hát az soha nem tudom elfelejteni, mindig azt mondta nekem, Pista, én akkor vagyok nyugodt, ha te mellettem ülsz. És ez kísér most már hosszú éveken keresztül. Grosics Gyula 13 évesen kezdett el focizni a Dorog csapatában. 1940-ben alig 15 évesen debütált a felnőttek között. 1950-ben került a Honvédhoz, ahol közel 400 bajnokin állt a kapuban, és háromszor lett magyar bajnok. 1947-ben 21 évesen mutatkozott be a válogatottban. 86-szor ölthette magára a címeres mezt, tagja volt a Helsinki olimpiai bajnokcsapatnak, és ott volt a legendás 6-3 alkalmával is. Ő volt az, aki először védett fekete szerelésben. 2014-ben csatlakozott aztán a Mennyei 11-hez. Nagyon megérdemli ez az iskola is, hogy az ő nevét
megkapta, és hát a gyerekeknek gondolom ez egy nagyon nagy dolog, hogy van egy legenda, egy példakép, akire föl tudnak nézni. Gondolom itt olvasnak róla, beszélgetnek róla, és hát remélem, hogy innen az iskolából is kijön majd egy-két Grosics Gyula.